Szerintem nagyszerű tervet raktunk össze! Sisakot fel! Dolgos hát! Most dolgoz hát! Itt vaskos kar munkát kér! Most húz és hajt valamiért! Kinyúl és vág, ma ez a meló! Hey! Ja, ez ami jó! Ha hívnak, gyorsan szalad alád! Amit elvállalsz, azt jól csinálj! Te csinálj! Akkor sajt fondire fel! Öveket bekötni! Ideje sajtossá varázsolni a napot! Oké, bolondos banda! Rakjuk össze a szendvicset! Csőrike, jöhet a majonéz! Tapsi, tedd rá a paradicsomot! Dodo, most jön a saláta! Következik a cheddar csőri! Mondhat cheese! Na, ez már szendvics! Mit szólnátok egy kis muzsikához? Csak megnyomom ezt a bugi gombocskát! Yeah! Erősebb, mint a nap! Napszemüveget fel! Bolondos brigád Lola beszél! Aha, oké! Okay. Biztosra veheti! Bízást kaptunk! Beragyogja majd a napunkat! Csapat, Bubita polgármester azzal bízott meg, hogy építsünk világító tornyot! El kell készülnünk vele, mire befut az űrgetesok meg és tos hajója! Ó, és mi az a világító torony? Egy torony, ami világít és segít, hogy a hajók biztonságosan hajózhassanak sötétben vagy ködben! Tervezzük meg a világító tornyunkat! Legyen jó magas, hogy már messziről láthassák a hajók! Remek ötlet, Cucu! És vessük színesre, hogy még feltűnőbb legyen! Szükségünk lesz egy kötkörtre, hogy a hajók hallhassák, hogy föld közelébe értek! Ehhez nem kell kiabálni! Mégis mit akarsz? Jó reggelt, Szilveszter! Szükség van rád! Azonnal indulok! Tudom, hogy vártál hosszan! Jó reggelt, Szilveszter! Mégis mi olyan jó benne? Az egér nővérek ismét megbíztak minket, Rudi és Görti. Egy sajtkávézót szeretnének a sajtgyáruk mellé. És én mégis hogyan segíthetnék ebben? Azt szeretnék, ha készítenél egy óriás freskót a kávézó falára. Mi az a freskó? Egy szép nagy festmény a falon. Jól van, csapat, tervezzünk egy csodás kávézót az egérnővéreknek. Lehetne sajt darab formája. Mozzarella? Svájci? Feta? Cheddar! Kell majd pár polcra sajtfarkátnak meg a szuverineknek. Az asztalok lehetnének sajtkorongszerűek. Ne feledkezzünk meg a sajthabkészítőről, a híres teájukhoz. Engem már a habnál elvesztettél? Szép munka, csapat! Dodo, öntheted a betont, csak szép egyenletesen, jó? Rendben! La-ra-ra-ra-ra-du! Szia, Billy, ide süss! Na, hát, mintha csak a tükörbe néznék. Tosszik! Szép volt, Dodo, de betonnak egyenletesnek kell lennie. Legalább jól nézek ki. Ez a keret nagyon jól néz ki. Tökéletes, mi következik? Jöhetnek az ecsetek dekorációnak. Nagyon óvatosan kell bánni velük. Lássunk hozzá. Hát gyerünk! Billy! Igen, Dodo? Most figyelj! Nagyon menőn helyezem majd el az ecseteket. Várjuk egy percet, kacsa vagyok, tudok repülni!